Tehát ezt azt mondjuk, hogy tovább, és a kék plusz jelre kattintva tudunk egy új pótlapot kérni. Az adóbevallás megírásának lépéseit tanulták a Szekszárdi Szakképzési Centrumhoz tartozó Bezerédi István Szakképző Iskola felnőtt oktatásában résztvevők még januárban. A felnőttek képzésének több formája van, de alapvető lényege, hogy két szakma, valamint egy szakképesítés megszerzésére ma ingyen van lehetőség. Választék pedig bőven akad, hiszen 174 alapszakma oktatását végzik hazánkban, a Szekszárdi Szakképzési Centrumban pedig szinte az összesre tudnak képzési ajánlani. Adni. Ami nálunk kiemelt terület megyei szinten, illetve szekszárdi szinten egyaránt, ez a kereskedelem, az idegenforgalom, turisztika, vendéglátás, a műszaki szakterületek, ide tartozik a gépészet, speciális járműgyártás, de itt kell felsoroljam azokat a képzéseket, ami az informatikához vagy közgazdaságtanhoz csatlakoznak. A felnőttek korábban egy vagy két éves képzésben tudtak részt venni nagyon kötött munkarendben, szeptembertől viszont egyéni képzési rendeket is ki tudnak alakítani. A korábbi képzési időnek akár 40%-áig le tudjuk csökkenteni a képzési időtartamot, figyelembe véve azt, hogy milyen előzetes tudása van a képzésben jelentkezőnek, ezt be tudjuk számítani. És így tulajdonképpen egy felnőtt képzési jogviszony keretében, iskolai rendben, de egy speciális felnőtt képzési jogviszony keretében tudjuk ezeket a képzéseket végezni. Ez tehát azt jelenti, hogy akár munka mellett is megszerezhető egy szakma, és pont ez a célja is a változtatásnak, hogy a munkával tölthető hasznos időből a lehető legkevesebbet vegye el az iskola. Ehhez igénybe veszik a távoktatási lehetőségeket, és egyéni tanrend kialakításával olyan órákra is lehetőség van, ahol a tanuló konzultálhat a tanárával. A hangsúly a kancellár elmondása szerint a rugalmasságon van. Szeptembertől indulnak ezek a képzések, amikre egyébként évközben is lehet jelentkezni bármikor.